Szeretettel köszöntöm az Egyetem TV Választár című műsorának nézőit. Pallagi Edina vagyok, az STL Gyógyszerész Tudományi Karának Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézetének munkatársa. És köszönöm a felkérést, hogy itt lehetek ebben a műsorban. Az első kérdés úgy hangzik, hogy egy új vírus vagy baktérium megjelenésénél hogyan történik az ellenanyag gyógyszerfejlesztése? Amennyiben egy új vírus ellen keresünk valamilyen hatékony szert, akkor először is a kutatók megvizsgálják az adott mikroorganizmusnak egyes darabkáit, hogy nem lehet egy, egy, új gyógyszer aktív komponense. Aztán vannak molekulatárak, molekula gyűjtemények, amelyek számítógépes modellezéssel vizsgálnak, illetve hát szóba kerülhetnek már engedélyezett valamilyen más betegség terápiájában engedélyezett gyógyszerek. Ez történt most például a koronavírus esetében, amikor is sokáig úgy tűnt, hogy egy malária ellenes szer hatékony lehet a vírus elleni küzdelemben. Tehát megvizsgálják a már forgalomban lévő engedélyezett készítményeket, mert ezeknek az lett az előnye, hogy lerövidítik az engedélyezés folyamatát, bizonyos már elvégzett vizsgálatokat nem szükséges ilyenkor megismételni, ezáltal gyorsabban kerülhet a terápiába, a betegekhez, a klinikumba az adott készítmény. Nézzük a következő, kettes számú kérdést, ami úgy hangzik, hogy miért lesz valaki gyógyszerfüggő, és mi szükséges a leszokáshoz. Bizonyos altatók, ö, aztán antidepresszáns szerek például, vagy szorongásoldók, nyugtatószerek azok, amelyeknél kialakulhat akár függőség is. Ez ellen a hatóság úgy próbál tenni, hogy nem teszi közvetlenül hozzáférhetővé a lakosság számára ezeket a készítményeket, vagy nem egyszerűen, tehát ezek vényköteles készítmények, orvosi felügyelet mellett, orvosi javaslatra szedhetők ezek a készítmények, és hát rövid ideig javasolt ezeknek a gyógyszereknek a szedése éppen azért, hogy ez a esetleg kialakuló függőség, ez, ez ne történjen meg, ez ne alakuljon ki. Ezek a farmakológiai okok, de nyilván van egy lelki tényező is, vagy lehet egy lelki tényező is, vagy lelki okok, személyiségi amelyek hajlamosíthatnak a függőségek kialakulására, élethelyzetek, életkrízisek, életszakaszok szintén hajlamosá tehetnek valakit arra, hogy bizonyos függőségek alakuljanak ki. Tovább is lépünk a harmadik kérdésre, ami úgy hangzik, hogy miért nem érdemes a gyógyszereket alkohollal fogyasztani. Hát bármi, ami a gyomorbérrendszerben egyidejűleg a gyógyszerkészítménnyel együtt tartózkodik, vagy ott tartózkodik, vagy jelen van, az befolyásolhatja ezt a felszabadulást, felszívódási fázist. És különösen kritikus lehet, ha alkohollal együtt kerül a gyógyszere szervezetben, mert ugye az alkohol Kémiailag, gyógyszerészetileg egyrészt egy nagyon jó oldószer, másrészt egy reagens is. Tehát át is alakíthatja a hatóanyagot, ha reagál vele, ezáltal egy teljesen kiszámíthatatlan hatású anyag kerül így a szervezetünkbe, vagy pedig megváltoztatja az oldékonyságát, és ezáltal például nagyobb mennyiség jut az adott szerből a, a szervezetünkbe, és ezáltal egy kiszámíthatatlan vagy egy megváltozott gyógyszerhatást idéz elő az alkohollal együtt történt gyógyszerbevétel. Nézzük tovább, a negyedik meglepetés kérdés. Ez úgy hangzik, hogy milyen feladatai lehetnek egy gyógyszerésznek. Attól függ, hogy a gyógyszerész milyen területen helyezkedik el. A gyógyszerészek elhelyezkedhetnek közforgalomban, patikai gyógyszerészként, olyankor a terápiát segítik, tanácsot adnak, gondozzák a betegeket. Elhelyezkedhetnek klinikumban például, akkor a klinikai gyógyszerészet területén mozognak, lehetnek gyógyszerkutatók, igen széles palettája van ugye a gyógyszerészeten belül a kutatásnak, illetve természetesen például a gyógyszeriparban is elhelyezkedhetnek, ahol pedig a gyógyszergyártás területén végeznek hasznos feladatokat. Az ötödik kérdés úgy hangzik, hogy miért legális egyes országokban a marihuana gyógyászati célból történő fogyasztása, még máshol nem. A marihuána vagy a kannabisz két legfontosabb származékának a rövidítése a THC, illetve a CBD. Ez jelenleg is bizonyos gyógyszerek aktív komponensét képezi, ezek a gyógyszerek forgalomban vannak, Például a szklerózis multiplex terápiájában alkalmazzák ezeket, vagy a rák gyógyszeres kezelésében, fájdalomcsillapításban, vagy például az epilepsia terápiájában szintén. Az, hogy bizonyos helyeken engedélyezik, máshol nem engedélyezik, ez az adott ország gyógyszerügyi hatóságának a döntésköre. Mérlegelik a kockázatokat, illetve az előnyöket. Minden esetben, amennyiben az előny irányába billen ez a mérleg, akkor dönthet úgy egy adott ország engedélyező hatósága, hogy forgalomba helyezi az adott készítményt. Hatos kérdés. Ahhoz, hogy forgalomba kerülhessen egy gyógyszer, milyen kísérletek és eredmények szükségesek? Az engedélyezést megelőző kísérletek és eredményeknek a szabályozása nagyon szigorú szintén. Biztosítani és igazolni kell, hogy az adott készítmény egyrészt hatékony, másrészt biztonságos, harmadrészt pedig megfelel a minőségi követelményeknek. Ehhez három nagy vizsgálati ö, csoportot alakított ki az engedélyező hatóság, vagy a, a jogszabályi környezet, egyrészt szükségesek kémiai kísérletek, állatkísérletek és embereken végzett kísérletek. Az állatkísérletek például azért nagyon fontosak, mert ott derülhet ki, hogy egy adott új készítmény vagy új hatóanyag, például teratogén, azaz magzatkárosító, vagy karcinogén, rákkeltő, amennyiben ez kiderül róla, akkor már a humán a klinikai vizsgálatok, az embereken történő vizsgálatok nem is végezhetők el, tehát ott le kell állítani. A hetes számú szintén egy meglepetés kérdés, ami úgy hangzik, hogy mi lehet az oka, hogy egyre többen váltak oltás ellenessé. Mindenképpen segíti talán az, hogy az emberek tájékozatlanok, vagy ha tájékozódnak, akkor nem hiteles forrásból tájékozódnak nem szakember segítségét kérik a bizonytalanságaik vagy a kérdéseik megválaszolására, úgyhogy ebben az esetben is azt tanácsolnám, hogy forduljunk szakemberhez, ha bármilyen aggályunk, kérdésünk merül fel, forduljunk a házi orvosunkhoz, gyógyszerészünkhöz, és ők tudnak segíteni abban, hogy az esetlegesen ijesztő információkat a helyére, helyükre tegyük. Nézzük a következő kérdést, ez a nyolcas számú kérdés, ami úgy hangzik, hogy a szintetikus gyógyszerek roncsolják-e a szervezetet. Hát ezzel kapcsolatban sok tévhit kering, ugyanis az, hogy egy vegyület természetes úton jön el létre a természet laboratóriumában, vagy pedig egy gyógyszergyár hatóanyaggyártó laboratóriumában, az nem befolyásolja a szerkezetet. A vegyület szerkezete, tehát a molekula szerkezete, ez pontosan ugyanolyan, bárhol hozzuk is ezt létre, ugyanúgy kapcsolódnak az egyes alkotórészek egymáshoz, sőt, adott esetben még egy tisztább, kimélat tisztább anyagot is nyerünk, hogyha ezt szintetikus úton hozzuk létre. Klasszikus példa a szintetikus gyógyszerek, illetve a természetes vegyületek közötti anomáliára, például a különböző galócák esete, hát a légyölő galóca is csak természetes vegyületeket tartalmaz, ugye kizárólag 100%-ban természetes, azonban mégsem tesz jót a szervezetünknek. Összefoglalva tehát szintetikus gyógyszerek egy nagyon szigorú szabályozás mellett, ellenőrzött körülmények között biztonságosan előállított, biztonságosan alkalmazható vegyületek. A következő, kilencedik számú kérdés úgy hangzik, hogy melyik volt az első gyógyszer, kik és milyen célból hozták létre. Hát ez egy nehéz kérdés, bár könnyűnek tűnik, ugyanis az orvoslás maga, a gyógyítás maga az emberiséggel egyidős. Tehát már az őskorban is használtak bizonyos természetes növényi anyagokat gyógyításra, aztán nagyon széles körű, nagyon gazdag gyógyszer, kincs, leírások maradtak meg az ókorból, például az ókori Rómából, az ókori Görögországból, de India, Kína, a mai Egyiptom területe szintén nagyon fejlett volt. Ami az első klasszikus, vagy gyógyszerekhez hasonlító klasszikus áttörést jelentette, ez a 18. században a különböző klórtartalmú vegyületek megjelenéséhez köthető, a 18. században az ipar fejlődésével együtt jelentek ezek meg. Például ilyen volt a kloroform, amit bódításra, nyugtatásra, érzéstelenítésre használtak. Aztán pedig a 19. század elején az antibiotikumok felfedezése hozta meg tulajdonképpen az első igazi áttörést. Nézzük tehát az utolsó meglepetés kérdést, ez a tízes számú kérdés, ami úgy hangzik, hogy létezik-e igazság szérum. Hát igazság szérummal én nem találkoztam az engedélyezett gyógyszerkészítmények között. TV műsorok, krimikben ez előfordulhat, az biztos, hogy minden gyógyszer készítmény csak bizonyos indikációban, tehát bizonyos terápiás javallattal kerülhet forgalomba. Nem elképzelhetetlen, hogy van ilyen. Az biztos, hogy nem tudok arról, hogy valamilyen készítménynek ez lenne az indikációja, tehát a terápiás javallata, hogy ennek hatására, ezt, bevé ennek a bevételét követően a páciens az igazságot fogja fogja mondani. Ezzel a kérdések végére is értünk. Még egyszer szeretném megköszönni a lehetőséget, köszönöm az Egyetem TV nézőinek a figyelmet, bízom benne, hogy hasznos és érdekes és használható válaszokat adtam a feltett kérdésekre, további kérdéseket pedig a komment szekcióban várják a szerkesztő kollégák. Én magam köszönöm a figyelmet.